Ankortúra második nap, bénázással végeztük az elsőt, bénázással kezdjük a másodikat. Intro. Szóval üdv mindenkinek, ez az Angkor túránk második napja, és az Angkor Wat nevű templomban, tehát az Angkor fő templomában kezdtünk ma, és ugye itt van ez a klasszikus fotó. Ja, amúgy, sziasztok, Zoli vagyok, és ha nem ismernétek, vagy itt vagytok, először iratkozzatok, felnyomjátok meg a harangikon, blablabla. Ide jöttünk, és feláldoztuk azt a klasszikus képet, amit mindenki csinál, így a napkeltére ide jöttünk, és hogy van előtte egy ilyen kis árokásva, tele vízzel, és akkor az Angkor Watot a gyönyörű tükörképével a napkeltében le tudod fotózni. Viszont ott óriási tömeg van, mert mindenki úgy szervezi ezeket a túrákat, az összes ilyen cég, hogy korán reggel a napkeltére ide hozzák az embereket, tehát itt hatalmas a tömeg. És azt mondtuk, hogy mi feláldozzuk, megkockáztatjuk, hogy inkább átmegyünk a nyugati oldalról a keleti oldalra, és hogy csinálunk onnan fotókat, és hát be is jöttünk, hatalmas feeling, nem volt itt senki, tök sötét volt, még a telefonunkkal világítottunk. Nagyon-nagyon jól nézett ki, nagyon-nagyon hangulatos volt, de egyetlen egy értelmes képet nem tudtam csinálni, sajnos. És mire a fények megjöttek olyan szintre, hogy ebből a keleti oldalból is jól nézett volna ki, hogy mondjuk a tornyokat megvilágítja a nap, addigra viszont előzönötték a turisták, úgyhogy ez nem jött be, viszont zseniálisan néz ki, úgyhogy gyertek, körbevezettek titeket. Nos, többieket leraktam reggelizni, emesét kávézni, mert amúgy mi kaptunk reggelit a szállodánktól, amúgy itt az Angkor Wat előtt, itt a nyugati bejáratnál van rengeteg étterem, úgyhogy aki jó kis napkeltés fotózás után kicsit az ember itt körbesétál, lehet kajálni, enni, inni. Én pedig visszamegyek, és gyorsan akkor tényleg körbevezetlek titeket az Angkor Watba, és ahogy mondtam, mi kaptunk reggelit, képzeljétek el, a szállodánkban ugye úgy foglaltuk a szobát, hogy benne van a reggeli ára, viszont ugye hajnali 4 órakor nem keltek föl reggelit csinálni, úgyhogy még este megkérdezték, hogy milyen szendvicset csinálhatnak nekünk, és ez reggel ott várt minket a hűtőben, a bejárat mellett. Szóval itt vagyunk, ugye ott van mögöttem a nagy Angkor Wat, ugye ott kezdtük a reggelt, és itt ez a pocsolya, amit mondtam, hogy innen lehet nagyon-nagyon jó képet csinálni, de miután már fölkelt a nap, és ugye arra van kelet, ezért gyakorlatilag esélyünk nincs most innen képet csinálni, akkor a nap majd átmegy a túloldalra, a nyugatra, akkor ugye majd megvilágítja az Angkor Watot, és újra egész jó képet lehetne csinálni délután, de te addigra mi már nagyon-nagyon messze leszünk valahol az Angkor City, vagy nem tudom, hogy nevezik ezt az egész Angkor területnek egy tök másik részén. És itt vannak ilyen kis templomok, így több is itt kinn az előudvaron, amit mi eddig nem láttunk, mert abszolút a túloldalon jöttünk be. Úgyhogy szaladjunk végig az egyik ilyen kis templomban. Now tell me you feel it, tell me you know it, tell me you're cold and tell me I'm water, and you just keep drowning. Szóval beszéljünk egy kicsit Angkor Watról. Bennem volt egy kis képzavar Angkor Watra, azt hittem, hogy ez az egész nagy templom együttes, vagy templom városnak a neve Angkor Wat, de amúgy ez nem így van. Angkor azt jelenti, hogy főváros, Wat pedig azt jelenti, hogy templom, mind itt a kambodzsai nyelven, illetve Khmer nyelven, illetve mind Thaiföldön, a Thai nyelven. És Angkornak hívják ezt az egész nagy részt, sőt azt hiszem régen Angkor Citynek, így angol fordításban, és Angkor Wat az csak maga a fő templom, amit amúgy egy kimondhatatlan nevű király, amit most ide kiírok, építetett magának. Kicsit állítok ezen, hogy ne szenvedjek annyira. Szóval, ha minden igaz,
Akkor ez a világ valaha épített legnagyobb vallási célú épülete, és 30 évig 50 ezer munkás és 5 ezer kőfaragó és szobrász dolgozott azon, hogy ez megépüljön. És ez nem is csodálom, ez egy óriási templom, rengeteg kisebb templommal, és rengeteg díszítéssel, faragványjal, feliratokkal, tehát tényleg nagyon precíz munka, ez látszik, hogy hatalmas energiát raktak bele. Amit érdemes tudni, hogy az uralkodók annak idején a Khmer birodalomban Isten királyoknak gondolták magukat, és ők abban hittek, hogyha építenek a számukra kedves Istennek egy templomot, akkor haláluk után velük tudnak majd egyesülni a túlvilágon. És ez Vishnu Isten volt az adott uralkodónál, aki az Angkor Watot építette. És még valamit meg akarok nektek mutatni, mert hogy vettem egy tradicionális nadrágot. Ami tök menőn néz ki. Days of thunder I hear, they come when you're near. Az a darab kő, az most esett le onnan oda. Az pedig itt a könyvtár. A túlnépesedés ellen pedig úgy védekeztek, hogy életveszélyes lépcsőket építettek, amiből 10-ből egy ember biztosan belehalt a föl- és lemenetelbe. Mai második állomásunk a templom, ahol a Tomb Raider című filmet forgatták, és amúgy több mint 700 templom van a térségben, és ma végignézzük a maradékot, úgyhogy maradjatok velünk! Ha megbizonyosodtam róla, ez az a templom, ahol a Tomb Raider-t forgatták, aminek... Szóval a templom neve Taprom, és itt forgatták a Tomb Raider-t, és csak idióta magyar turisták vannak, a kínaiak most máshol vannak. Ami a zseniális benne, hogy ez nagyon romos, tehát sokkal jobban össze van dőlve, mint a legtöbb templom, viszont rengeteg az ilyen kalipáló, éppen restauráló személy, aki... Vidd el a táskámat. Szóval nagyon sok a zaj, meg a dolgozó és a templom jelentős része le van zárva, de így is nagyon megéri eljönni, mert zseniálisan néz ki, ilyen fák nőnek bele az épületekbe, és mohás minden, és ők meg ott vannak. Nagyon sok templom azért ilyen romos, és nem vagyok benne biztos, hogy ez erre a templomra igaz, de nagyon sok azért van így összedőlve, mert régen aranyat, vagy gyémántot, vagy valami drága követ rejtettek el az alapjaiba, szintén ilyen hit miatt, na figyeld a magyar.
Tehát azért vannak így összedőlve nagyon sokszor, amik közben lemerült az aksi. Szóval azért vannak így összedőlve az épületek, mert elkezdték ezeket kiásni. Tehát fogták, és ide jöttek emberek, ugye ezt az egészet benőtte a dzsungel, tehát itt nem volt turista egy darab se, itt a helyiek se jártak ide, ez egy nagy dzsungel volt. És elkezdték összedünteni az épületeket, és aláásni, és megkeresni az aranyat, meg a gyémántokat. És itt még elég szabadon engedik garázdálkodni az ember, tehát ide össze-vissza föl lehet mászni dolgokra. Még ez a legkötöttebb templom, ez a Tomb Raider-es amúgy, gondolom az építkezés miatt, de például az Angkor Wat, az abszolút fő templomban, én teljesen meglepődtem, reggel oda mentünk, beengedtek, nyitva volt, és nem volt benne egy őrse, egy lélek se, oda mentél, ahova akartál, azt nézted meg, amit akartál, és ez amúgy egy zseniális plusz élményt ad az egészhez. Odapattant hozzám egy idősebb úr, viszonylag hiányos fogazattal, nem nagyon értettük mit mond, csak azt, hogy kövessük. És mutatott nekünk a falon dinoszaurusz faragványokat, aminek sajnos a korát ő nem tudta megmondani, meg amúgy sem értettük volna mit mond, hogy megkérdeztem egy másikat, aki szintén nem tudta megmondani, de azt mondta, hogy szerinte ez nem annyira öreg, viszont nekem rögtön az Erik von Däniken féle filmek jutnak eszembe, aki ilyen ősi dinoszauruszokat meg ilyesmit mutat be, keressetek rá, Erik von Däniken YouTube-on, zseniális. Most már így ennyi templom távlatából mondhatom, hogy vannak ilyen nagy egybefüggő templomok, és vannak olyan fajták, mint ez a Tomb Raider-es is, ami nagyjából úgy néz ki, hogy van egy templom, odamész, azt mondja, ez nagyon szép, de ez ilyen kis picike, tudod? És így bemész az épületbe, és az épület után van egy udvar. Utána végig van egy templom, aztán megint egy udvar, megint egy templom, és a végén kiderül, hogy ez egy óriási templom, tök menőn néz ki, és ebből van egy csomó, ami ilyen vagy ehhez hasonló fajta. Most pedig megyünk tovább, ez volt a Tomb Raider-es templom, a következőnél találkozunk. Következő állomás, egy pici, de magas templom, ahol nem nagyon fogok sok videót csinálni, mert merül az aksi, és a nagy templomra tartogatom, ami a végé lesz. Ezzel a templommal is végeztünk, amúgy annyit kell róla tudni, hogy hindu templom, ez is Shiva istennek építették, és durván 1000 éves. Megyünk a következő helyre. Következő állomásunk pedig a Bajon, vagy Bajon, vagy valami ilyesmi templom, és ennek az az érdekessége, hol vagyunk? Ott. Látod? Ott vannak ezek a tornyok, és azokon a tornyokon vannak fejek, óriási, ilyen több méteres fejek belefaragva kőből, és ez a történészek szerint mind Buddha, mind pedig a királyoknak, az ilyen király isteneknek az arcai. Végeztünk a fejes templommal, egy újabb templomban vagyunk az mellett, ami szintén zseniálisan néz ki, ahogy itt minden zseniálisan néz ki.
Nagyon meleg van, nagyon-nagyon szenvedünk, az aksi pillanatokon belül lemerült, tehát nagyon bízom benne, hogy el tudom mondani, amit szeretnék. Szóval, készüljetek arra, hogy elképesztő meleg van. Mi 3 napos ilyet vettünk, ugye 2 nap alatt letudtuk így a fontosabb templomokat. És a 3. nap fogunk pihenni 1-2 napot, mert ez az állandó koránkelés, szaladás, 40 fok meleg, ez megölt minket, úgyhogy az lesz, hogy most pihenünk 1-2 napot, és nem csak így magunk bérelünk egy elektromos motort, és felfedezzük azokat a kis templomokat, amiket még érdemes megnézni, és nem láttunk. Úgyhogy, még egy dolog, azért állnak így 1000 évig ezek a templomok, mert nagyon-nagyon mély alapokat építenek, vagy ásnak ki, és nagyon nagy, hatalmas kövekből építenek alapot, és utána pedig a téglákat, képzeljétek el, hogy cukornáddal, vagy cukornádot raknak a téglák közé, amitől ilyen ragacsos lesz, és nem engednek el, és nem esik szét a templom, legalábbis a nagyja. Ennyi volt ez az epizód, srácok. Mi végeztünk, meghaltunk, hazamegyünk fürdeni, és aludni, és enni, és inni. Úgyhogy kösz, hogy eddig itt voltatok, aki még nem tette meg, iratkozzon fel a csatornára, írjátok meg a véleményeteket kommentbe, lájkoljátok meg, nyomjátok meg a harangikont is. Hello. Víg napot!